Ide kerül az új gyártósor az LOK szombathelyi üzemében még idén. Faltól falig beépítik az üzemcsarnoknak ezt a részét, hogy ki tudják elégíteni az autógyárak igényeit a két tömegű lendkerékből. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezt a csarnokot szeretnénk megtölteni. Ide még 2016-ig folyamatosan fognak érkezni a gépek, és amit még tervezünk, az egy fejlesztő részleg kialakítása. Ez a gép a tavaly átadott új részlegen működik a Kuplung gyárban, ahol egyre több a megrendelés. A jövőre nézve optimista a német tulajdonú vállalkozás. Azt gondolom, hogy a magyar gazdaság az elmúlt években nagyon stabil lett, azzal számolunk, hogy az elkövetkezendő években kétszámjegyű növekedést tudunk produkálni. Az ország iparának fejlődéséhez nagyban hozzájárult ez a cég is. A városvezetés szerint pedig Szombathelynek érdeke a nagyvállalatok mellett a kis és közepes cégek erősítése. Nyilván az LOK és az EPCOS mellett egyébként a Jebionél volt több mint 14-es csarnok átadás, ahol termelésbővülés volt, a Delfinél folyamatos a termelésbővülés, a BPV-nél szintén. Ugye, mint tudjuk, egy 14-es csarnok építése van folyamatban, és hát nyilván a feladat az, hogy ezek a fejlesztések tovább folytatódjanak, ennek a feltételrendszerét kell megteremteni és kiegészíteni a kis középvállalkozásokkal, mint beszállítókkal, vagy akár úgy az ő fejlődésüket elősegíteni, hogy ne csak ezeknek tudjanak beszállítók lenni, hanem akár önállóan piacképesek legyenek. A munkahelyteremtés itt az LOK-nál is folyamatos, 1500 embert vesznek fel ez év végéig.